Tiszteltek, köszöntöm Önöket, jó estét kívánok! Ez itt az Egyenes Beszél, én Rónai Egon vagyok. Két vendégem, Csáki Judit, színi kritikus, jó estét kívánok! Jó estét. És Kukorelli Endre, író, jó estét kívánok! Jó estét! A kormány októberben jelentette be, hogy megszűnik jelen formájában az úgynevezett előadóművészeti szervezeteknek nyújtott TAO támogatás. Ezt november 13-án azon melegében és lendületében el is fogadta a parlament. Nagyjából kellett egy hét úgy mostanra, hogy mindenki számára világossá váljon a művészeti életben. Ez azt jelenti, hogy erre az évre sem igényelhető már a TAO támogatás, amit majd 2019-ben lenne kifizethető, és idén gyűjtötték az előadó művészek, a szervezeteik, a színházaik. Úgy látszik, hogy tényleg nagy a baj. Átrium, Játékszín, Orlai produkció, ez ugye lényegében a Belvárosi Színház, kismértékben a Jurányi, már bejelentették a premierek lemondását, több kisebb műhely, Gáti Oszkár, Győri Kamara Színház, a Duma Színház, Kölyökhajó, a Veresegyházi Színház jelentette, hogy a megszűnés szélén állnak, és hát nyilván még jó néhányan csatlakoznak majd ehhez. Költségvetési kérdés, kultúraformálás, vagy igazából valamiféle a kultúra iránti érzéketlenség, vagy mindez együtt, vagy egyik sem, ami itt most zajlik. Ugye volt ennek egy előzménye, a TAO az körülbelül 10 év után halt meg. 10 évvel ezelőtt, amikor kitalálták, akkor arra találták ki, hogy a színházak előadóművészeti szervezetek plusz pénzhez jussanak, ha ügyesek, tehát ha jegybevétel van, ha cégeket ismernek, akiktől ezt be tudják kérni vagy szedni, akik persze kedvezményt kapnak. A kormányváltásnál ugye a Fidesz kormány kibővítette, azt mondta, hogy kibővítette a sportra, ezzel át is csatornázta a nagy pénzeket a sportra. Hát ugye ez dobta a gép, ha a miniszterelnök a kultúrára gerjedne, akkor most ez nem lenne probléma. Mert a milánói szkálába elment opera premier. Muszáj volt neki, biztos. De hát nem a kultúrára gerjed, mit csináljunk. És az az igazság, hogy a TAO rendszeren rengeteg luk volt. Tehát jöttek azok a megélhetési TAO huszárok, akik ezt a rendeletet vagy ezt a törvényt kihasználva, hol kamu előadásokkal, hol csak rettenetes gagyikkal, hol nem is előadásokkal, jegycsalásokkal, tehát rengeteg luk volt benne. Igen. Aztán hoztak mindenféle szabályokat, tehát egy ideje már csak EU-n belüli előadásokra lehetett TAO-t igényelni. De igen, mert volt egy vonós négyes, amelyik Kínában turnézott, de papíron, volt is minden afrikai jégrevű, minden volt. De valahogy... Jó, csalók mindenhol vannak, ezt igen, azért tudjuk. Igen, és akkor most úgy döntött a kormányzat, hogy azt választja, hogy a fürdővízzel együtt a gyereket is, tehát akkor megszüntetjük az egészet, mert sok a csaló. Egyik részről így döntött. Másik részről azonban nyáron El Simon azt írta, hogy ha amennyiben kurzust akarunk építeni, már pedig kurzust akarunk építeni, a kurzus szót direkte kedvelem, akkor a kulturális politika, a kultúrpolitika nem mondhat le erről a 40 milliárdról. Ez ugye egy elég egyértelmű mondat. Ez azt jelenti, hogy ami nekünk tetszik, azt kapja. Mert 40 milliárd volt ez a TAO címszó alatt kiosztott kulturális támogatás. Igen, most nem tudjuk, hogy mennyi lesz, mert még gondolkodnak azon, valóban úgy szüntették meg, hogy fogalmuk nem volt, hogy mi jön helyette. Természetesen. Nem vagyok kompetens. Dehogy. Csáki Judit mellett, tehát nem lehet olyan színházi dolgokba kompetensnek lenni. Jó, de lehet. Nem lehet. A kérdés az, hogy ez színházi dolog-e? Hogy mondjam. Szóval én, mint kívülálló mondom ezt a dolgot, illetve mint egy színházi iránt rendkívül érdeklődő, és hát a kultúrában mégiscsak érintett valaki. Szóval természetesen, hogyha a TAO így megszűnik, és mondjuk bemegy a költségvetésbe ez a pénz, és onnan bizonyos kegyek alapján osztódik szét, az katasztrófa. De nem biztos, hogy a TAO a megoldás. Én azt hiszem, hogy egy olyan rendszer, vagy olyan szisztéma kellene, az lenne a korrekt, amely tényleg nagyon is egyértelműen szakmai alapú, és egyáltalán nem pártpolitikai alapú, tehát abban teljesen egyetértek, amit mondasz, hogy ez katasztrófa, hogyha a kurzus szempontok szerint fog átalakulni ez az ügy, ne alakuljon át kurzus szempontok de szerint. De van bármi ebben az országban, ami jelenleg jó, most szimptomát mutatja, okay, hogy nem kurzus alapon működik? Én szeretnék egy jóhiszemű álláspontot képviselni, ahol azt gondolom, hogy
hogy nem elmebetegek csinálják az ügyeket, senki sem a saját ellenséget, tehát a fennálló hatalom sem. Én egyébként csak zárójelben mondom, hogy utoljára rendesen az Orbánnal egy kulturális eseményen beszéltem a 1990-ben, utána is találkoztam ezt vele egyszer-kétszer, de az egy irodalmi rendezvény volt, tehát azt én nem hiszem, hogy ő nettó gyűlölni a kultúrát, zárójelbe zárva. Tehát, hogyha ők nem elmebetegek és nem hatalommániások, nettó hatalommániások, akkor nyilván egy olyan rendszer fognak felállítani, amelyik sokkal kultúra szempontú, vagy minőség szempontú. Tehát pusztán azért, mert valami színház, vagy színházak látszik, az még az nem az. Az ugyanaz normális alkozik, helyzet, hogy ezt találgatni kell? Világos, Bandi, mindjárt. Várj egy pillanatot. Mondat, november közepén megszüntetik az előzőt, és találgatunk, hogy mi lesz tehát helyette. Per analógián mondom, mondjuk az irodalomban is rengeteg könyv megjelenik, ilyen könyvnek látszó dolog, és azt nem kell támogatni, sőt, gicsadót kell rátenni. Tehát a probléma szerintem az, ahogy én látom, hogy megszüntetnek valamit, és helyette nem ajánlanak valami jobbat, valami korrektet, valami szakmait. Tehát ez kicsit olyan, mondtam itt a beszélgetés előtt, és most is fogom mondani, hogy az nem elég, hogy a hajléktalanokat kisöprőzik a közterekről, hanem egy olyan ellátórendszer kellene a hajléktalanoknak biztosítani, ahová ők be tudnak menni normálisan, tehát jobb helyzetbe kerülnek, mint hogyha az aluljáróban fagyoskodnának. Ez egy nagyon jó analogia. Most, mi lesz a hajléktalan színházakkal? A következő van, egy dolgot átveszek most abból, amit mondtál, hogy legyünk jó hiszeműek. Természetesen én nem hiszem azt, ugyanis ismerem a szereplőket, hogy ezek nem önmaguk ellen, önmaguknak persze, hogy nem ellenségei, de bizony a kultúra a jókora szeletéhez, mégpedig annak a kultúrának, amit minőségének gondolunk, annak a nagy-nagy-nagy részének bizony terhükre van. Aki nem velünk, az ellenünk alapon. De most jó hiszemű leszek. Van a minisztériumban egy testület, amit úgy hívnak, hogy Színházművészeti Bizottság. Van ennek egy elnöke, őt úgy hívják, hogy Zalán János, aki teljesen magánszorgalomból, látván, hogy semmi kormányzati szándék nincs arra, hogy milyen rendszer lépjen be ehelyett, ő a Magyar Színház igazgatója is, és egyébként üzletember is, tehát tisztában van a szervezetek felépítésével, tehát nekiállt függetlenekkel, magánszínházakkal, közszínházi gazdasági igazgatókkal egyeztetni arról, hogy egy minél objektívebb rendszer jöjjön létre, egy olyan rendszerszerű gondolkodásba férjen bele a független, a magán és a közszínház, ahol a legkevesebb, a lehető legkevesebb terepe van a szubjektív beleszólásnak, mi kutyán kölyke vagy bármi. Ugyanis, hogyha ezen az alapon, tehát itt kritériumokat lehet felállítani, milyen közszolgáltatás, milyen plusz feladatvállalás, milyen társadalmi, nem tudom én micsoda, tehát sok minden van, amit szempontrendszerre lehet összeállítani, és megpróbálja a Színházművészeti Bizottság nevében ezt letenni a kulturális államtitkár elé. Erre én azt mondom, hogy ez a jó hiszemű menete a dolognak. Próbáljunk meg valóban, mindenkit meghallgat, 0-24-be ül, kávézik, és nem tudom, mit csinál, mindegy. Tehát én is beszélgettem vele. Megbízás alapján, vagy önszorgalom? Szerintem... Mert az nagyon nem mindegy. Nem. Ugyanis, ha senkinél nincs megbízás, és nincs, akkor az önszorgalom és miniszter tanácsadó testületének a tagja. Ő a tanácsadó testület elnöke, akkor csak mondták neki, hogy valami próbáljátok csinálni. Tehát, hát remélem, ugyanis, hogyha valóban egy objektív rendszert sikerül felállítani, amiben a költségvetés mondjuk elkülönít X pénzt, 35 milliárdról mondjuk annyit, amennyire bejut a TAO-ba. Vagy még annál is igen, mondjuk valami olyan, igen. Amiben ráadásul kell, hogy legyen egy ilyen növekedési, egy ilyen puffer tartomány, hogy ugye lehessen fejlődni, igen, és ha ebből kiszűrődnek a csalók, akkor még mindig van egy
olyan összeg, amit odaadhatnak, ha tetszik a Hátranyilazósnak, vagy a Demjén Rózsi koncertjére, vagy a nem tudom én micsodára. Tehát akkor még mindig van olyan, amivel kézből lehet etetni embereket. Kedves nézők, értsék jobban tán a helyzetet, mert könnyen lehet ezt mondani, hogy TAU előtt is volt színház, TAU után is lesz színház, nyilván így van. Csak közben volt 9 év TAU. És ez a rendszer ez úgy működött, hogy mondjuk, hogyha valaki nyári fesztivált szervez, akkor felvehetett hitelt egy banktól, mondván, hogy ennyi szokott lenni a jegybevételem, láss tavaly, ennyi volt a TAO bevételem, láss tavaly, ebből vissza fogom tudni fizetni a hitelt, ennyi lesz a hasznom, megcsinálom a fesztivált. Most ugye az történik vele, hogy nem lesz TAO bevétel, biztos sem fogja tudni fizetni a hitelt. Jövőre nem, hogy nem lesz fesztivál, ő gyakorlatilag ágrószakadt, kulturális egyet, munkás egyet lesz. Egyet nem gondolok, Egon, hogy ezt a pénzt ezt egyszerűen nem fogják odaadni ennek a szférának, de, nem a színházi szférának. De hát oda akkor miért úgy szól a törvény, ez a probléma számomra, megismétlem, az a probléma, hogy először megszüntetnek valami működőt, és aztán nem látott helyébb a megoldást. Tehát valami megoldást kellene látnunk. Ez elképesztő, amit csinálnak. Ez a dilettáns kormányzat, hogy először valamit megszüntet, de helyette nem a teret. Tehát, hogy nem mondja meg, hogy hova menjenek hajléktalanok, hogy megint ez az analógiával. Hát igen, de éppen ez a probléma, hogy ugye úgy szüntették meg, most túl azon, hogy én nem vagyok jogász, szerintem te se, de ha lenne szabad időm, meg nem tudom mi, és még jogász is lennék, akkor azért kicsit utána mennék annak, hogy ugye ez most egy olyan törvény, amit megszüntettek, ami 2018. január 1-től hatály, tehát visszamenőleges hatályú, hiszen az ez évben gyűjtött jegybevételek után nem lett vissza. Ez az egyik. A másik az, hogy ebben az alaptörvénynek nevezett alkotmány, vagy alaptörvényben van valami olyan kitétel is, hogy egy kiegyensúlyozott és kiszámítható adórendszer kell, vagy ilyen adózási, finanszírozási körülmények, hát ez épp nem az. De neked igazad van, ez a dilettáns kormányzás, ami egyébként önmagában is életveszély. Egyébként, amikor képviselő voltam, akkor például ugye volt ez a sport-TAO ügy, ugye, és tényleg vertük a palávert, hogy nem a profiknak kell adni a pénzt, hanem először amatőröknek, illetve a tömegsportnak, és az utánpótlásnak. Tehát a TAO-t azt oda kellene forgatni, nem. Most már hallom, hogy pályafenntartásra is lehet majd ezek után a TAO-t alkalmazni. És még egyet mondok. Én természetesen nem járok annyit színházba, ennyi szóval, mint Judit, de elég sokat. Tehát, de oda megyek, ahol, ami nekem tetszik. És oda nem megyek, ami nem tetszik. Na most viszont 2006-ban vagy 2007-ben én válogattam a posztot, és akkor 10 hónap alatt 184 előadást láttam. Na most a legtöbb helyen... Judit, ezt életforma szerint produkálja. A legtöbb helyen olyan voltam tényleg, mint az Odysseus, akit leláncolnak, csak ilyen a szirének miatt, tehát ilyen negatív szirén hangot hallottam, hogy alig bírtam tartóztatni magam, hogy el ne menjek. Olyan emberség elleni büntet előadásokat kellett végignézni. Na most ezeket támogatni szerintem fölösleges. Lehet, hogy ezzel mindenki meg fog sértődni. Csak az a helyzet, hogy nem csak te vagy a célszemély. Egy, kettő, nem neked de kellett kell volna a posztra válogatni. De nekem kellett volna. Hát ne, te válogattál, mindegy. Nagyon jól tettem ezt, nem, pontosan. Hogy de nem arról van szó, hogy ami neked tetszik, azt kell támogatni. Mértékében érkezik, a hely jegyet eladtak. Egyrészt, másrészt pedig a sikeres. Hát a sikeres, az a lényeg, hogy normatív. És normatív, a normativitását meg kell őrizni valahogy a dolognak, mert ha nem, akkor jön az, hogy tetszik-e El Simonnak, Feketének, az vagy probléma. Kukorelli Bandinak. Az probléma. Na most igen, mert a te tetszésed szerint nem, se kell osztogatni. Én a véleményem mondom. Mondok valamit, nem az enyém szerint se, nem. Pedig én ennél de egy az, kicsit hogy azért, ülök. Mert egy színházban baromi sok szék van, akkor ők sokkal többet kapjanak, ez mint a Bibliában van írva, hogy akinek van, annak adatik. De hát azt meg is kell tölteni. Tehát attól sok a szék, az nem jelent, itt a Nemzeti Színház példája, de nagyon nehéz azt a nagy teret megtölteni. De borzalmas dolgokkal nem kell megtölteni. Illetve mindent játszanak, én nagyon szabadsághívő vagyok, ennyi szóval. Csak akkor azt nem kell feltétlenül szerintem az adófizetők pénzéből. Na most támogatni. Én viszont azt gondolom, hogy amiről most beszélünk, azok a Pintér Bélát kell, meg az alternatívak. Várják, a közszínház és az állami önkormányzati fenntartású színházak. Nem véletlen, ugye sokan szögezték nekem a kérdést, hogy miért nem állnak ki, miért nincs valami szolidaritás, miért nincs. Több oka van ennek. Az egyik az, hogy ők tudják, hiszen meg is vannak nyugtatva, hogy
csövön meg fogják kapni a pénzt. Vissza fogják kapni azt a pénzt, ami a TAO. Ezen túl pedig nekik direkte jó, hogy megszűnt a TAO, hát ez... ugyanis egy rendező színész színigazgatónak nincs a zsebébe 30 telefonszám vezérigazgatóktól, hogy adjál már pénzt. Nekik ez teher volt, de ők meg fogják kapni. Az a néhány is, ami nem tetszik a kulturális kormányzatnak, pont azért, hogy az a sok tucat, ami viszont tetszik, az megkaphassa. Tehát itt igazi bajba az a közös halmaz van, és erre fölhívnám azért a figyelmet, hogy a függetlenek és a magánszínházak nagyon közel vannak egymáshoz, és nem csak azért, mert a függetlenek is magánszínházak, és a magánszínházak is függetlenek, hanem azért, mert a működésükben ugyanazok a szituációk ismétlődnek, és ezért ugyanazok a problémák ismétlődnek. Valamint a kőszínházak felé az innováció az ebből a szférából jön. Úgyhogy minél normatív, ezen folyik most a gondolkodás egyébként, hogy minél objektívebb legyen ez a piramis. Azt ígérik azok, akik gondolkodnak, igen? Ezek szerint, hogy ezen a héten még ebből születik valami tervezet is, erre hát vagy a jövő héten, mert hogy az idő az nagyon megy, és hát senki nem tudja, hogy mi lesz. Azt látszik, hogy óriási a igen, csak a kulturális kormányzatban baromi kevesen kapkodnak a meló után. Tehát ugye nem csak tárgyalni nem hajlandók, meg az egyeztetést azt leginkább tájékoztatás formájában ismerik, tehát ők elmondják azt, hogy mi nem lesz ezen túl, mert azt, hogy mi lesz, azt nem tudják elmondani. És akkor jönnek ezek a szlogenek, hogy aki nem csalt, annak nincs félnivalója. Aha. Azt egyébként alapvetően nem értem, hogyha tudjuk, hogy kik csaltak már, pedig ezt, ha máshogy nem néhány oknyomozó újságíró elég feketén-fehéren bebizonyította, miért nem ellenük? Hát világos, nem kell eljárás, miért kell az egészet lehúzni szerinted? Ebben egyetértünk, tehát ez lehetséges, hogy egyszerűen a csalókat ki kell iktatni. Igen, de szerinted miért nem? Szerinted miért nem? Én ugyanis most, én igazán nem oknyomozó újság írtam most hétvégén, hanem csak úgy jöttem-mentem a Facebookon és a honlapokon. És meg lehet nézni a tök nyilvános Facebook oldalamon, azonnal belebukkansz, vagy rábukkansz, belebotlasz 8 olyan színházba, de lehet, hogy van 18, akinek ugye jó néhány éve foglalkozom színházzal, a nevét nem hallottam, megnézem, ha van honlapja, de nincs is mindegyiknek, megnézem azt az operettestet, aminek a címe egy opera részlet, mindegy, megnézem, hogy hány előadása volt, mondjuk 73, megnézem, hogy ezután több 100 millió forint TAO jár neki, és akkor én szerintem mehet a NAV-tól valaki. De nem megy. Mit gondolsz, miért nem megy? Viszont elmondtad, hogy... Megy? Ezzel hadd válaszoljon már a saját kérdésére. Miért nem megy, ezzel, Judit? Ezzel mondatod a... Elmondtad, hogy a TAO az egy problematikus dolog, és ennél sokkal jobb rendszert kéne kitalálni. Nem, tehát... a TAO-ban kéne ezeket a keretvonatokat. Miért nem megy senki vizsgálni? Mert én szerintem itt érintett néhány Mikutyán kölyke. Tehát de akkor nekik se jó amikor, ez most. Hát persze, de ezért egyszerűbbnek tűnt nem rálépni egyenként lyukszemekre, hanem az egészet kisöpölni. Hát ez is egy nézőpont, lehet, hogy ez az igazság, ki tudja. Köszönöm nem szépen. Tudom.